Hírek röviden, köszöntöm Önöket! Javában zajlik a nyugati elkerülő továbbépítése. A fa, bozót és cserjeírtás már befejeződött. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT tájékoztatása szerint a vállalkozók jelenleg tervezési és területelőkészítési, valamint földműépítési munkálatokat végeznek, a területen humuszolás és régészeti munkák vannak folyamatban. Az új CNG üzemű autóbuszok működési elvét és a töltőállomást mutatták be a Bánki Donát szakiskola tanulóinak az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ munkatársai. Az elnyert uniós projektnek köszönhetően a cég történetében egyedülálló fejlesztéssel a 41 darab autóbusz már 4 hónapja járja Nyíregyháza utcáit. Már a falra kerültek a Mungácsi 50 kiállítás képei a 150 éves Józsa András Múzeumban. Még szépítgetik a környezetet, megtervezik a világítást, és június 23-án nyitják meg a nagy közönségnek a kiállítást. Közel 1,5 millió forint értékben támogat idén tehetséges, de szerény anyagi körülmények között élő egyetemistákat és főiskolásokat a nyíregyházi rászoruló hallgatókért közalapítvány. A kuratórium a pályázatok értékelése alapján 29 hallgató tanulmányait segíti pénzzel. Országjáró körútja során Nyíregyházára is eljutott a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter, aki átadta a meghívottaknak a hazai operakultúra 200 esztendeinek remekeit bemutató CD gyűjteményt. Emellett tájékoztatott a következő filharmóniai évad opera, illetve balett programjáról. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai kivégzése 60. újratemetésük 29. évfordulóján megemlékezést tartott a Nagy Imre Társaság megyei szervezete a Kölyökvárban. Emlékező beszédet mondott Tóth Sándor, a helyi szervezet elnöke. Ezt követően a Nagy Imre téri domborműnél koszorúztak. 5. alkalommal rendeznek a Tiszán sárkányhajóversenyt. Június végén Tokajnál szállhatnak vízre a csapatok. A korábbi 200 méteres táv mellett idén már 2000 méteren is indítanak hajókat. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon, a nyiregyhaza.hu oldalon. Viszontlátásra!